Köszöntöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. Jó a búza minősége. Van, ahol már befejeződött az aratás, máshol a hétvégére végeznek. Fókuszban a sérültek. 31 településről közel 200-an vettek részt a második fogyatékos napon. Ofélia kicsit másképp. Aki is oda, egy személyes előadását nézhették meg Gyulán a színházbarátok. Plusz szolgáltatás a vendégeknek. A hét második felében késő este is látogatható az Almási kastély. Segítségnyújtás nélkül elhajtott. Vádemelést javasol a rendőrség egy férfi ellen, aki elütött egy motoros Gyulán. Több bűncselekménnyel gyanúsítják. Ajándéktárgyakat lopott a tápiószőlősi V. Ferenc az egyik gyulai templomból. Sok helyen befejeződött már térségünkben az aratás, de ahol nem, ott is csak néhány nap van hátra. A gazdák alapvetően elégedettek a közepes terméssel, de a Gyulai Agrár Zrt-nél az időjárás miatt csak a várt hozam harmadával számolnak. Ez a nap híre. Nagy erőkkel dolgozik a tárcsázógép Hak Ferenc gazdálkodó földjén, ahol már befejeződött az aratás, és ezzel a művelettel már a végleges állapotát állítják be a területnek, amire azért van szükség, hogy a víz benne maradjon a talajban. Szármaradvány, meg a földet is összeforgatva mi megterítjük a talajt, ezáltal meggátoljuk a nedvesség kipárolgását. Itt a múlt hétvégén fejeződött be a betakarítás, amit a szokásosnál hamarabb elkezdtek annak reményében, hogy az időjárás kegyes lesz a munkálatokhoz. A búza minősége most úgy tűnik megfelelő lesz. A téli csapadék elegendő volt, tavasszal volt némi esőhiány, de itt alapvetően elfogadható a terméshozam. Nagyon jó közepes termést tudtunk betakarítani, olyan 50 mázsa fölött valamennyivel. Ezzel mi úgy nagyjából meg vagyunk elégedve, lehetett volna adott esetben nagyobb befektetés mellett több termés is, de igazából ezzel meg vagyunk elégedve, mert amilyenek a felvásárlási árak, nem biztos, hogy a nagyobb input anyag befektetés megtérült volna. Ahogy látható mögöttem, a három gép hamarosan befejezi a munkát, mintegy két nap múlva végzünk az idei évi betakarítással. Seres Zsolt növénytermesztési ágazatvezető mutatta itt, hogy a Gyulai Agrár Zrt-nél csak néhány nap múlva fejeződik be az aratás. Az összesen 600 hektáron gazdálkodó cég idén az őszi búzára fektette a hangsúlyt, melynek betakarítása hamarosan befejeződik, de ezen a területen jóval elmarad a mennyiség az előre tervezettől. Az elején, ahogy az szokott lenni, szárítóval kezdtük a betakarítást, valamivel magasabb volt a víztartalom, mint a megengedett. Összességében később ez beérett. Jobb fekvésű területeinken nem volt problémása a betakarítás, jó ütemben haladtunk, a termés átlagok is egy erős közepesnek mondhatóak. Sajnos itt ezen a vidéken nehezebb sorsú volt a növénynek a fejlődése, itt rendkívül rossz körülmények alakultak ki, termés átlagok messze el fognak maradni az országos átlagtól, valószínűleg csak a harmadát fogják annak elérni, itt rendkívül jó ütemben haladunk a betakarításra. A beérkező búza minőségét folyamatosan mérik, eddig a gabona egészen megüti az étkezési búza szintjét, hiszen 30-as sikertartalom fölött takarítanak be, és az elmaradt mennyiség miatt a hét közepére, végére be is fejezik az aratást. 31 településről közel 200-an vettek részt a Gyulán rendezett második fogyatékos napon. A különböző előadások mellett a megjelentek kötetlen beszélgetéssel töltötték el a napot, egyben ráirányították a figyelmet az érintettek életére. Nincs olyan egyszerű minden, főleg olyan emberek számára, akik a fogyatékosságnak valamilyen formájában élnek. 3 évvel ezelőtt rendezték meg az első fogyatékos napot, melynek folytatására pénteken került sor a sportcsarnokban. Mozgáskorlátozottak Délalföldi Regionális Egyesülete 31 településen több mint 10 000 taggal működik. Második alkalommal pályáztunk a Nemzeti Együttműködési Alaphoz, a NEA-hoz, ilyen címszóalat, hogy fogyatékos nap. Ezelőtt 3 évvel volt az első gyulavári kastélyban, ez a második alkalom. Szintén fogyatékos nap, neves előadóink lesznek, tehát érintettek is a fogyatékosság témájában. Az egyesület munkája során törekszik többek között az akadálymentes környezet kialakítására, az élő sorstársak segítésére, az esélyegyenlőség biztosítására, képzésekre, sporttevékenységekre, kulturális tevékenységekre, kapcsolattartásra és kölcsönös együttműködésre a régió civil szervezeteivel. 2008-tól akkreditált munkáltatóként foglalkoztatnak megváltozott munkaképességű embereket. Kicsit képbe kerülünk a
minden nap, tehát a bennünket minden nap érintő jogszabályokról, lehetőségekről, hogy mi az, ami esetleg egy kis segítség, így az állam, a hatóságok részéről felénk, illetve tudunk egy jót beszélgetni hasonló problémákkal küzdő emberek. Az eseményen különféle előadásokon vettek részt a megjelentek. Az előadásom a Nemzeti Együttműködési Alap szakmai és működési pályázatának az ismertetéséről szólt, és ugye nagy örömünkre szolgál, hogy ezt a rendezvényt is nagy mértékben támogatta az alap, hiszen olyan rendezvény valósult itt meg, ami számos a Nemzeti Együttműködési Alapnak is, hogy több ilyen érdekérvényesítő programot tudjunk támogatni. A szervezők remélik, hogy a rendezvény hozzájárult ahhoz, hogy a fogyatékosság méltó helyen legyen a társadalomban. Egy személyes előadást nézhettek meg a színházbarátok a Shakespeare Fesztivál keretében. Az Ofeliát rendező és játszó, aki is oda különleges hangulatot teremtett a kamarateremben, több karaktert is megjelenítve a színpadon. Már gyermekkorában édesapja révén találkozott Shakespeare műveivel Aki is oda, aki már 45 esztendeje adja elő és rendezi sajátos stílusában az író egy-egy darabját. A Várszínház kamaratermében most bemutatott Ofélia azért is tartozik a kedvencei közé, mert többféle lehetősége van arra, hogy bemutassa a szereplőt a kezdeti boldogságtól az őrület kifejlődéséig. Az első részben még minden a helyén van. Nagyon boldog, kiegyensúlyozott a lelkem. Azt viszont nem tudom megállapítani, hogy Hamlet csak megjátsza-e, hogy negatív érzéseket táplál irántam, vagy nem. És ebbe a végén beleőrülök. És ezért követek el öngyilkosságot, miközben éneklem a dalt. Egy ilyen darab azért is nehéz, mert egyedüli szereplőként egyszerre sok mindenre kell figyelni a színpadon, de számára ez nem munka, hanem egy olyan feladat, amit szívesen vállal, mert szereti a nehéz megoldásokat. Miközben egyedül vagyok a színpadon, önmagammal kell harcolni. Így ezek a korlátok számomra a legnehezebbek, mert nincs akire támaszkodhassak, hanem minden pillanatot nekem kell megoldani. Az idei Shakespeare Fesztivál július 17-éig tart, melyben látható lesz még a Rómeó és Júlia több feldolgozásban, lesz szakmai konferencia és ausztrál előadás is. Hétfőn is nyitva tart, a hét második felében pedig késő este is látogatható az Almási kastély. Ezzel a lépéssel a látogatóközpont menedzsmentje a vendégek számára kínál plusz szolgáltatást. Már hétfőnként is felcsendülhetnek a különböző dallamok a zongorán, sőt, csütörtöktől vasárnapig akár este 10 óráig élvezhetik a vendégek a kastély különböző szolgáltatásait. A látogatóközpont menedzsmentje ugyanis az idegenforgalmi főszezon érkezésével módosított a kiállítóhelyek nyitvatartásán. A legjelentősebb változás, hogy az Erkel emlékház kivételével valamennyi hely nyitva tart hétfőn. Nyúlik a vár nyitvatartása, itt 10-től 19 óráig várják az érdeklődőket. A kastély a megszokott módon délelőtt 10 órakor nyit, hétfőtől szerdáig azonban 19 órakor, míg a hét második felében este 10-kor zár, így akár a teljes napjukat a fürdőben töltők is megtekinthetik a kiállítást. Úgy látom, hogy nagyon pozitívan értékelik. Volt olyan más múzeumban dolgozó szakember, aki azt mondta, hogy végre egy látogatócentrikus megoldás a nyári időszakra, és hát abszolút pozitívak a visszajelzések. Néha nem hiszik el, hogy egy ilyen hosszított nyitvatartás keretében is eljöhetnek hozzánk, de akik itt járnak, azok abszolút pozitívan élik meg. Dombildikó kiemelte,
Arra törekszenek, hogy a városba érkező turisták a legnagyobb számban ismerkedjenek meg Gyula egyedülálló történelmi, kulturális értékeivel, és személyes élményeik révén is népszerűsítsék attrakcióit. Vádemelést javasol a rendőrség egy férfi ellen, aki elütött egy motorost Gyulán. A baleset után a gyanúsított nem állt meg, nem segített a sérültnek. Segítségnyújtás elmulasztása büntet elkövetésével gyanúsít a rendőrség egy gyulai férfit, aki a Bajza utcában június 7-én személygépkocsijával elütött egy motorost. A balesetet követően a 66 éves férfi nem szállt ki az autójából, nem segített a motor vezetőjének, aki könnyű sérülést szenvedett. A rendőrök rövid időn belül azonosították és otthonából előállították a személygépkocsi vezetőjét. A férfi állítása szerint azt hitte, hogy egy virágtartónak ment neki, ezért nem állt meg és nem szállt ki a kocsijából. Csak miután hazaért, akkor nézte meg, hogy az autójában mekkora kár keletkezett. A gyulai rendőrök a nyomozást lezárták, és a 66 éves gyulai S.I. ellen vádemelési javaslattal küldték el a járási ügyészségre. Ajándéktárgyakat lopott a tápiószőlősi V. Ferenc az egyik gyulai templomból. Közel 100 darab karkötőt, illetve nyakláncokat, kulcstartókat, rózsafüzéreket, ikonokat vitt el. Emellett pénzt vett ki abból a persejből, amelybe a templom látogatói az ajándéktárgyak árát szokták bedobni. V. Ferenc saját bevallása szerint az elmúlt 2 évben körülbelül 15 alkalommal volt a fürdővárosban, és több templom persejéből tulajdonított el pénzt. Legutóbb, amikor az ajándéktárgyakat vitte el, az élettársa és gyermeke is vele voltak. Ekkor a templom előterében talált babakocsit is ellopta. A rendőrök vizsgálják, hogy a férfi hány bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható. Közel 3 hónap alatt nem kevesebb, mint 2,5 millió tankönyvet gyártanak le a Dürer nyomdában. Rövid hírek következnek. Készülnek az 5. irodalom tankönyvek a gyulai Dürer nyomdában. Ezekben a napokban csúcsra járatják a termelést, a kapacitásokat a végletekig kihasználják. Könnyomtatásról, éppen ide tartsz, könnyomtatásról esik benne a szó. A nyomtatás történetét is bemutatja ez a történelemkönyv. A munka dandárját májustól egészen július végéig a tankönyvek adják. Ezekből ebben az időszakban közel 2,5 millió darabot gyártanak. A Dürer nyomda árbevétele tavaly átlépte a 1,5 milliárd forintot. A növekedés a korábbihoz képest 5,5%-os volt. A cég menedzsmentje idén is jó évre számít. Fekete Viktor ügyvezető igazgató szerint a bővülés leginkább az erőteljes piaci jelenlétnek köszönhető. A 160 éves gyulai nyomdászat elismert képviselőjénél jó eséllyel a jövőben is megmarad a mostani irány, vagyis könyveket, tankönyveket és periodikákat, bizonyos időközönként megjelenő kiadványokat gyártanak majd. Magyarország 4. legnagyobb könyvnyomdájában fontos cél, hogy minél jobban és egyenletesebben lefedjék a meglévő kapacitásokat, és a következő időszak egyenlőre tervezett beruházásaival hosszú távon biztosítsák a gyártást. A csillagok járása változó, és törvényei vannak a szeleknek. Eső, hónap fellegeknek, és nincsen ború, örökké van. Vasa Albert Üzenet Haza című verse nyitotta meg a Semmelweis nap alkalmából megrendezett eseményt a Vigadóban. 1992 óta hagyománnyá vált, hogy az egészségügyi alapellátás dolgozóit elismerik egy jeles napon. Szolgálatunkkal a gyulai emberek egészségnevelésében, egészség megőrzésében, prevencióban vagy gyógyításban nagyon sokat tett. Az egészségügyben dolgozók ünnepén azokat köszöntik, akik lelkiismeretesen, kötelességtudóan és önzetlenül végzik munkájukat. Dima Éva 1966. február 1-e óta foglalkozik fogorvosként a betegekkel, a mai napig is aktívan. Semmelweis napi kitüntetésben Bálint Erzsébet fogorvos és Tarnai Éva Klára gyermekfogorvos részesült. Az eseményen emellett 19 az alapellátásban dolgozó orvos vehette át a címzetes főorvosi kinevezést. Elindult a turisztikai főszezon. Számos belföldi és külföldi vendéggel telt meg a város, akik továbbra is a helyi attrakciók, többek között a fürdő, a vár és az almásik hastély miatt érkeznek a városba. A turisták szívesen utazzák körbe a várost a különböző kisvasutakkal, illetve meglátogatják a vendéglátóhelyeket. A vendégészakák számát tekintve Gyula jól teljesít az első 5 hónap statisztikája alapján. A tavalyi év azonos időszakához viszonyítva 14%-os bővülés volt tapasztalható, ami
közel 143 ezer vendégészakát jelent. A legszembetűnőbb növekedést a március produkálta. 2015 hasonló időszakához képest 42%-kal emelkedett ez az érték. A hét mindennapján működő garantált programok mellett a hónap végén a végvári napok várják a vendégeket. Első helyezett dupla matrica csomagot kap, ez pedig Petya. Petya! Itt éppen a kerékpáros ügyességi verseny eredményhirdetése történik az Implomiskolában lévő napközis táborban, melynek győztese Botás Péter lett, aki jól érzi magát ebben a közösségben, ahol már nem először vesz részt. Hosszú évekre visszamenőleg rendezi meg a város azt a napközis tábort, melynek idén is az Implom általános iskola ad otthont. Ez az intézmény minden szempontból ideális a gyerekek számára, hiszen a sportolási lehetőségek mellett játékos vetélkedők és más szabadidős programok lebonyolítására is ideális. Emellett szervezett formában látogatnak el a tábor lakók a kalandparkba, a várhoz vízibiciklizni, kisvonatos városnézésre is lehetőség van, vagy éppen a könyvtárat látogathatják meg. Ami nagyon fontos, hogy nem kell előre bejelentkezni, bármikor, bármennyi időre elvihetik a szülők a gyerekeket, ahol igazi közösségben érezhetik magukat. A tábor ideje alatt számos olyan programot biztosítanak a gyerekeknek, melyeket külső intézmények, szervezetek segítségével bonyolítanak le. Lesz rendőrség és tűzoltó bemutató, de eljönnek a gyulai egilitisek is. A táborban naponta három pedagógus biztosítja a felügyeletet, a gyerekeket már reggel 7-től várják, egészen délután 4 óráig. A nyári melegben érdemesebb a könnyebb ételeket előnyben részesíteni. Ma arról érdeklődünk, miket fogyasztanak leginkább az emberek. A forró napokon a kalória és zsíradékdús ételek fogyasztása fokozza az izzadást és rossz közérzetet, emésztési problémákat okozhat. Ön odafigyel, hogy mit eszik? Én ásványvizet. Italként ásványvizet, mert az üdítők azok nem oltják a szomjat, mert sok cukor van bennük, és nagyon sok gyümölcsöt. Ha édességet kívánok, akkor inkább gyümölcsöt szoktam. Hát jégkrémet, meg jégkását, hogy meg ilyen gyümölcsalátákat, ami sokkal hűsítő. Valami hűsítőt, jégkrémet például, vagy gyümölcslevest, az is jó ilyen nagy melegben. A tavainál több mint 10%-kal több megy termett a legnagyobb Békés megyei termelőnél. Lapszemle következik. Több megy termett az idén. A tavainál mintegy 100 tonnával több, 1000 tonna megy termett a legnagyobb Békés megyei megy termelőnél, a Hunapfel Kft-nél, mondta a vállalat ügyvezető igazgatója az MTI-nek. Pusztai József kifejtette, Csorvás környékén 100 hektáron termesztik a meggyet, a területet idén elkerülte a sok eső, így nem repedezett ki a termés, és az országban pusztító fagykárok sem jelentkeztek, emiatt lett nagyobb a termés a tavainál. Felmérik az igényeket. A Városházán zajlott egyeztetésen elindult az útkeresés, hogy megoldják a speciális diétát igénylő gyermekek iskolai kisétkeztetését, valamint bővítsék a kínálatot a főétkezések terén, írta az Orosz Café. Orosházán a speciális ételek konyhája bevonásával oldják meg a diétás közétkeztetést, ahol glutén, tej és tojás mellőzésével főznek. Ám a gluténmentesség jelentősen drágítja a szolgáltatást, és nagyon más ízvilágot eredményez, amit nem szívesen fogadnak el a gyerekek. Ritka kígyászöjv kóborol a pusztán. Az elmúlt napokban több alkalommal is láttak egy hím kígyászöjvet a dévaványai ecsegi pusztákon, írta a Körösmaros Nemzeti Park honlapja. Július elején ez a ragadozó madár rendkívül ritkán fordul meg térségünkben. Családi zarándoklatot tartottak. Kecskeméten tartották a Szeged-Csanádi Egyházmegye családi zarándoklatát, írta a Magyar Kurír. Énekkel kísért útjukon imádkoztak a példamutató házaspárokért, a nehézségekkel küzdő családokért és a meg nem született gyermekekért. Kedden várható a legmelegebb idő, akár 35 fok is lehet. Szerdán érezhetően csökken a hőmérséklet, bár térségünkben erre jó eséllyel csak este vagy akár csütörtökön kerül majd sor. Kedden napközben várható a legmelegebb idő. Helyenként 35 fokot is meghaladó maximummal. Túlnyomó részt derült idő lesz, csak jelentéktelen felhősödés adhat átmenetileg árnyékot. Mérsékelt időnként élénkebb délies szél fúj. A hőmérséklet az éjszakai 18 foktól napközben 34 fokig emelkedik. Szerdán várhatóan itt még nem csökken a hőmérséklet. Élénk délies szél fúj.
Napközben zömében derült időben nem várható csapadék. Az éjszakai órákban kell heves zivatargócok kialakulásával számolni a térségben. A hőmérséklet szerdán 20 és 35 fok között változik. Lássuk még egyszer mai híreinket. Jó a búza minősége. Van, ahol már befejeződött az aratás, máshol a hétvégére végeznek. Fókuszban a sérültek. 31 településről közel 200-an vettek részt a második fogyatékos napon. Ofélia kicsit másképp. Aki is oda, egy személyes előadását nézhették meg Gyulán a Színház barátok. Plusz szolgáltatás a vendégeknek. A hét második felében késő este is látogatható az Almási kastély. Segítségnyújtás nélkül elhajtott. Vádemelést javasol a rendőrség egy férfi ellen, aki elütött egy motoros Gyulán. Több bűncselekménnyel gyanúsítják. Ajándéktárgyakat lopott a tápjószőlősi B. Ferenc az egyik gyulai templomból. A Gyula TV híradóját látták, most a Spiritus következik, majd a pódiumot láthatják. Köszönjük figyelmüket, további jó tévézést kívánunk!